Jó estét kívánok, kedves nézőink! Földi világunk csupán egy apró pontja teremtett mindenségnek, amelyben mi emberek is éljük a mindennapjainkat. A kozmosz azonban ennél lényegesen nagyobb méreteket ölt, mint a mi kicsiny világunk. Mérete emberi elmével szinte felfoghatatlan. E hatalmas kozmosz méregethetjük a fejletnek mondott műszereinkkel, de valójában még azt sem biztos és azt sem tudjuk, hogy a megfelelő módon közelíti meg ezt a kérdést a modern emberi tudomány. Egy tény azonban biztosra vehető. Mi vagyunk a kicsik, de egyben szerves részéje nagynak és egésznek. Felmerül azonban a kérdés, hogy szabad-e egyáltalán különállóként tekinteni magunkra egy hatalmas mindenségben, illetve hogyan illeszkedik bele a kicsi a nagyba. Műsorunkban továbbra is Papp Gábor művészettörténész kérdezem. Jó estét kívánok, tanár úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Nem tudtuk az előző adásunkban átbeszélni ezt a kérdést, és szeretném, hogyha egy kicsikét visszatérnénk az előző adásban elhangzottakra, avval a kiegészítéssel, hogy a mikro- és makrokozmoszban telő időről is beszéljünk, amit mi megélünk akár egy másodperctől a legmagasabb idő tekintetében, ugye, hogy egy évig, ahogy mi mérjük az idő múlását. Ez hogyan működik a nagyban? De egy kicsit térjünk vissza az előző adásban elhangzottakra. Ugye, hogy itt van káosz, de fönt mit található a makróban? Átadnám önnek a szót, tanáról. Köszönöm szépen, mit mondjak. Nem valami irídésem értő ilyenkor az ember helyzete, de hát ezt nem ragozom tovább, mert erről már beszélgettünk többet is. Tehát a nagy mindenség és a kicsi mindenség abban az értelemben, ahogy mi az elmúlt alkalommal megbeszéltük, hogy a mindenség, ha én a kozmosz szót használom, tehát a görög megfelelőjét, akkor rendezettnek tételeződik föl. Kicsiben is, nagyban is. Tehát ez csak akkor ad egyfajta gondolati teljességet, hogyha én megnézem, hogy mihez képest rendezett az, amit én most kozmosznak nevezek. Kicsiben is, nagyban is. Mert a rendezetnek csak akkor van értelme, mint kifejezésnek, hogyha én valamihez olyanhoz viszonyítom, ami viszont nem rendezett. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor én kimondom azt, hogy kozmosz, azzal én kimondtam azt is, hogy tehát akkor nem káosz. A kettő úgy viszonyul egymáshoz, ezt már múltkor megbeszéltük, mint a yang és a yin, hogyha ezt az általánosan ismert szimbólumot, ami tulajdonképpen a teremtés első pillanata után, tehát a megvalósulás első mozzanataként már megjelenik. Tehát ha én valamit mondok, az valaminek a nem létéhez képest valami. Most remélem, hogy ez így követhető volt, de nagyon nem részletezném tovább. Na most, nagyon sokan úgy tudom legalábbis, és hát ezt nem egyszer hallja az ember, hanem elég sokszor. Olyan képe van az embereknek, és itt most nagyon hangsúlyoznám, hogy nem a valóság, hanem arról magában kialakított kép, most erről beszélünk. Hogy tudnélik, ha én rendezetlen vagyok, és igaz az, hogy a kicsi, tehát a mikrokozmikus létem, az pontos megfelelője, tehát bizonyos túligon belül a lehető legpontosabb a nagy kozmosznak, lehet, hogy akkor az is hibásan teremtődött? Tehát ott is elfajulhat rendezetlenné? Nem. Tehát tipikusan csúsztatott gondolkodásmód. Na most, hogy ezt az illető maga csúsztatja, vagy óvatosan csúsztatják neki, ez külön megítélés kérdése, ugyanis nagyon megy ez a csúsztatás. A média szinte csak erre van kitalálva. Úgy az egész, ahogy működik. De a helyzet a következő, semmi baj nincs. Ezt jobb, hogyha, elnézést, hogyha tőlem tudják, de honnan tudom én. De hogy tudnék, semmi baj nincs a makrokozmosszal. Azzal a képpel van baj, amit én róla, az én eszközhasználatommal, amit abszolutizálok, és megint hangsúlyozom, abszolutizálok, ez a tudományos világképen. Ezzel alkotok, abban már tényleg zavaros, abban már tényleg rendezetlen, és abban hát nincs makrokozmosz, hanem makrokáosz van. De ez a kép az, amit a mikrokáosz éppen azért, mert ő maga kicsiben, mint tudós, Nobel-díjas, ilyen díjas, olyan díjas, mint olyan alkot magának, bízva abban, hogy a körülbelül egy olyan
tudom én, 4-4,5 század óta folyamatosan egyre gyorsuló múlt mértékben tökéletesített műszerei tényleg hiteles képet adnak. Tehát amit ezektől kap, mert nem közvetlenül a kozmosszal társalog, hanem ezeken keresztül, az majd hiteles lesz. Na most addig, amíg ő ennyire rendezetlen, már pedig az, ezt meg számtalan jelből tudjuk, addig a kép se lesz rendezett. De ez nem azt jelenti, hogy a makrokozmosz is rendezetlen lett, vagy eleve rendezetlennek teremtődött, mint ahogy maga mentségére megpróbálja velünk elhitetni. Mert itt erről van szó. Tehát maga mentsége, mert tényleg rendezetlen. Tessék társalogni, ha egyáltalán szóba áll velünk valamelyik Nobel-díjas tudósa, mondjuk egy Feynman-nal, amíg élt, hát már nem él. Tehát aki egyszerűen kijelentette, hogy tudománynak csak az nevezhető, ami matematizálható. Tehát hogy lehet ekkora ökörséget? Nobel-díjat kapott. Nem ezért talán, de lehet, hogy épp ezért. Tehát lényeg az, hogy szóval olyan mértékig ferde, torz, nem is akarok ennél súlyosabb kifejezéseket használni, az a kozmosz, ami a mikro hát nagyságrendben működik, hogy az ember csak úgy csodálkozik, hogy még nem robbant föl a világ, bármely pillanatban ennek a nagyon tudományos, nagyon modern műszerezettségű tudománynak egyetlen reális, valódi eredménye van az, hogy bármelyik pillanatban megsemmisítheti az életet a Földön. Ennyi. Sőt, tulajdonképpen a legjobb úton halad, hogy magát a Földet is. Na most erre persze nem büszke, ez persze ez csak vádaskodás, ez most mit tudom én, konteózás, vagy nem tudom én minek nevezik most. De a lényeg mégiscsak ez. Tehát bármennyire is úgy tűnt, hogy egy einsteini találmány, mondjuk egy 1905-ös részleges relativitás elmélet előre viszi az emberiséget. Persze, hogy előre vitte, egészen 1945-ig, amikor robbant a legfontosabb, legjobban támogatott, legfontos abban az időben is, de tulajdonképp máig is legfontosabbnak tartott eredménye, micsoda? Az adott pillanatban legeredményesebb tömegpusztító fegyver. Ennyit. Gratulálok, tudomány. Tehát csak azért kellene ezeket kicsit kiélezettem, mint hogy én megtehettem, mert én nem a tudomány területén vagyok, nem is ismernek el, tehát nem is kell, hogy elismernek, Isten őriz. De hát a művészet erről tökéletesen van, amíg a művészet művészetnek nevezhető. Tehát múlt alkalommal megpróbáltam, hogy a József Attilát idézve, hát hol van már ettől a művészet, hogy a szemlélhetetlen világ egész helyébe tényleg egy szemlélhető műegészet adjon. Tehát például egy drámát, ami meg tudja jeleníteni a maga keretei között, hát ami mondjuk egy másfél óránál elvileg valaha nem nagyon tarthatott tovább, az egész világ működését. És egy olyan keretben, ami hát az antik színháznak a felépítése volt, ami maga a világnak, az emberi, közvetlenül megélhető világnak volt a képlete. Így háromnegyed körre, negyed körben a játszó személyekkel. Tehát ez azt jelenti, hogy amíg erre alkalmas a művészet, és törekszik is rá, hogy alkalmas maradjon rá, hát addig sokkal hitelesebb képet ad. De sokkal hitelesebbet, mint a tudomány a csúcson járatva. Mert ez semmiképpen nem vezet tömeghalálhoz, illetve hát az emberiség sajnos esetleg végleges kipusztításához. Mint ahogy a tudomány egyenes úton e felé vezet. Akár elismeri, akár nem. Ez sajnos tény. Na akkor gondolom, hogy az első kérdés első felére akkor pontosabban nem az, hogy választottam, hogy most még idejében pontosítsak, hanem amit egy erről tudok mondani. Tehát ne felejtsük, ez egy végig a művészet szemszögéből közelítem a kérdést. Annak a felelősségével. Na most az időről is szó esett. Az idő ez most nagyon fontos tétel. Tudnélék, hát azt tudjuk, hogy olyan tudósok, akik nagyon beírták a nevüket a 20. század történetében, be azok hát központi témaként kezelték az idő kérdését. Hát itt már említettem ugye Einstein nevét, hát az idő relativitását tulajdonképpen az ő munkássága vitte be a köztudatba, nem ezzel kezdődött, de ez ő vitte be a köztudatba. És hát a legfrissebb, most lehet, hogy nem fog eszembe jutni a neve, azért minden tudós neve, így, hogy váratlan kapom a kérdést,
nem biztos, hogy eszembe jut, de az, aki tudjuk súlyosan nyomorék volt, és hát rá nyomta a bélyegét tulajdonképpen 20. század vége, 21. elejének az egész tudományos gondolkodásmódjára. Őről esett már itt szó, tehát akkor én mondtam is a nevét, majd lehet, hogy eszembe jut. Elég szégyen, hogy tulajdonképpen kikerült a gondolkodásom mezeiből, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nem is olyan fontos, mint ahogy hiszük, tehát neki külön műve van az időről. És nagyon megfontolandó dolgokat mond egy olyan szemléletben, ami hát akár tetszik ez, akár nem, alapvetően materialista. És nagyon messze menően tudja még igazolni is, vagy megpróbálni igazolni, hogy miért hát ugye teremtésről, mint olyanról nem volt tudni, ha igen, akkor csak nagyon átvitt értelemben, és hát Isten képe pedig a nulla körüli tartományban, vagy még ott se. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kornak tényleg megfelelő, sőt... Hawking. Természetesen így van, köszönöm szépen a kisegítést, tehát az ember memóriája véges. És hát tessék megmondani, hogy hány festőnek a nevét kell megjegyezni ilyenkor, meg hát más egyéb művelődés történetileg fontos személynek. Na ő is fontos személy természetesen, de az, hogy egyáltalán egy ilyen, tehát most nagyon keményen fog fogalmazni, előre elnézést kérek, aki úgy érzi, hogy ezt sérteni fogja, de egy nyomorék ember egy nyomorék világnak tökéletes képét adta a filozófiájában, pontosabban az egész munkásságában. És én nagyon remélem, hogy nem ez fog tovább menni a jövőben. Mert elismerve mindent, ami benne tényleg elismerésem írta a tevékenységében, magatartásában, de nagyon remélem, hogy nem ez fog. Sem elméletében, sem gyakorlatában, sem megjelenésében. Én nem szokásom átmenni öntől a szó, de most kivételt teszek, ritka alkalmak egyike. Ez az úgynevezett tudós, több olyan tanúbizonságot tett, megnéztem egy-két filmjét, egy Isten nem létezik, elmondta, és erről tudományos előadást is tartott. A másik pedig az, hogy ő készített elő, hogy mivel itt a Föld olyan, amilyen, el kell költöznünk a Marsra. Igen. Amiről az előző adásunkban is mesélt ugye a tanáról, hogy el kell mennünk egy másik bolygóra. Tehát nem itt kéne ám rendetten, hanem elmenni máshova. Na, ezt nem akartam én most részletezni. Ennyire részletesen nem is tudtam volna valószínűleg, de nem akartam. Megmondom miért, mert nem szeretek érzékenységeket sérteni. Az érzékenységek nagy része, ha téves is, de hát egy hit van mögötte, amit az ember nem szívesen tépázgat. Sőt, örül neki, hogy legalább van egy eszménye, tehát a hétköznapon kicsit megpróbál túllátni. Na most a lényegre térve, tehát az idő fogalmat ő is nagyon fontosnak tartotta. Tehát akárhonnan indulunk, akár a materializmus legtöményebb megnyilvánulásaiból, akár mondjuk egyfajta ennél, hogy mondjam, egyetemesebb gondolkodás mezeiről, mindenképpen döntő kérdés az idő kérdése. Na most ilyenkor az ember, hát ha magyar ember, akkor egyből bejön, hát ha egyáltalán érdekli a saját művelődése és annak a története, hát ugye Madács és az ember tragédiája. És nagyon jellemző, hogy itt is Mephisto, tehát a gonosznak a képviselője fogalmazza meg. Én most nem szó szerint mondom, hanem tartalom szerint, bár egy mondat, akár szó szerint is idézhetném. Nem az idő múlik, mi változunk. A múlik helyett egy másik kifejezés van, én ezt tartom, most nem Madáccsal szemben, de érthetőbbnek számunkra. Tehát az azt jelenti, hogy valahol mi az egészet rossz rossz időzítésben, de rossz irányból közelítjük meg. Tehát definiálni akarunk valamit, amire éppen a határtalanság a jellemző. Definiálás azt jelenti, hogy finis, tehát bizonyos végig, tehát a végső megnyilvánulásáig követem, vagyis kerítésbe akarom belefogni. Na most az idő pontosan nem ilyen. Először is azért nem, mert lélegzésszerű. Ezt múltkor egy picit próbáltam jelezni, de más vonatkozásban. Tehát maga az élet. Az, hogy mi egy időben, hogy most ezt a kifejezést használjuk, létezünk, tehát nem csak térben, hanem időben is, ezt mi úgy vesszük, hogy ez egy konstans valami. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanolyan fogható, ugyanolyan határok közé szorítható, definiálható, mint ahogy a térnek bármilyen. Tehát akár
a hosszúsági, akár a szélességi, akár a magassági dimenziója, tehát kiterjedése. Nem egészen így van. Bár éppen az a lényeg, hogy ez összefüggő rendszer, tehát tér-időrendszerben élünk, nem időben és nem térben, hanem egységes tér-időrendszerben. Tehát az azt jelenti, hogy az egyiket nyújtom, a másik össze fog menni. Tehát az egész egy lélegző rendszer, hol a térbeliségnek van nagyobb súlya, hol az időbeliségnek van nagyobb súlya. És ez tud egészen a nullázódásig, bármelyik dimenzió esetén, bármelyik kiterjedés. Most azért fogalmazok állandóan magyarul, hogy értsük meg, mert a dimenzióval úgy visszaélnek, de úgy visszaélnek, mint kifejezéssel, hogy ezt leírni nem lehet. Tehát minden esetre kiterjedni. És ez azért nagyon fontos, mert elképzelhető egy olyan korszak, amit mi eleve időben képzelünk el, aminek nincs is idő kiterjedése. Na most ez már szigorúan a saját szakterületem, ha ezt mondhatom így, mert hát ez a vizöntő idő problémája. Ebben most nem mennék bele, mert az tényleg egy hosszú és elég, hát nem túl bonyolult, de azért igényel bizonyos magyarázatokat, meg hát bizonyos példákat a művelődés történetéből, ami igazolja, hogy egy létező dologról beszélünk. De hát minden esetre egy egységes téridőrendszer. Na most, ha ebből kiszakítom akár a teret, vagy annak bármelyikét a három közvetlenül megélhető dimenziójában, mert ez csak annyit jelent, hogy ezek közvetlenül megélhető dimenziók. Ettől a matematika kitalálhat akármennyit, amennyit most éppen a apparátusának megfelelően fontosnak tart, de közvetlenül ennyit élünk meg, ez még viszont kétségtelen tény. Na most ez azt jelenti tehát, hogy időről beszélni önmagában ez egy meglehetősen felelőtlen dolog. Erre mondhatja, de hát ez csak Einstein, nem így van. Az egész magyar művelődés történet arról szól, minden remek mű egységes téridőrendszerben fogalmaz. Irodalom tekintetében is, képzőművészet tekintetében is. Az más kérdés, hogy ezt így tanítják-e nekünk, vagy nem? Nem tanítják. Miért nem? Na, ennyit erről. Tehát én az irodalomra vonatkozóan 10 kötetben próbáltam ezt úgy bizonyítani, hogy hát én azt hiszem, hogy ez ellen érvelni nagyon nehéz lenne. 10 esetben. 10 olyan remek mű esetében, ami nem kétséges, hogy remek mű. Tehát kezdve az Bornemisza Péter magyar elektrájával, befejezve Kodálynak a szerzőtársakkal együtt megkomponált Hári Jánosáig, tehát egy hatalmas ívben. De ugyanakkor a művelődés történetetnek 6 kötetben a tárgyiasult anyagban ugyanez az egységes téridőrendszer fejeződik ki. Ami azt jelenti, hogy időről beszélni tulajdonképpen a térben megnyilvánuló jelenségeknek mint egy széthúzódása. Ami azt jelenti, hogy egyfajta leképeződése annak a kettősségnek, mint a tér és az idő a kettősség két komponense, két összetevője, amit mi úgy szoktunk megnevezni, ami nem a teljességnek a képe, ez csak egy bizonyos megnyilvánulása a működő mindenségnek és a rendezett mindenségnek. Tehát ennek mi azt a fajtáját tanultuk annak idején, mikor én tanultam, mármint középiskolában, illetve hát egy kicsit még az egyetemen is, hogy tudnélik anyag és energia. Tehát ami anyag, az a térben helyezkedik el, és ami energia, azt én csak időben tudom fogni. Na most ez mutatja, hogy nem lehet az egyiket a másik nélkül kezelni, hogy már az én tanulásom idején sem lehetett külön választani az anyagot és az energiát. Egy valaminek két különböző megnyilvánulása, az egyik inkább a statikus jellegű, ez az anyag, a másik inkább a dinamikus jellegű, ez az idő. Na most én ennyit gondoltam bevezetőnek mondani az időről, és lehet, hogy itt be is fejezem. Miért? Hát mert ez nem az én szakterületem. De minden esetre, ha ennyit nem tudunk hát mondjuk megérteni, vagy magunkévá tenni, amire pedig hát számtalan példát kapunk, most már akár a tudomány területéről is. A tudomány ma már tudjuk, hogy nem elégszik meg ezzel a kettővel. Tehát elég régóta most már, nem tudom mennyire szivárgott át ez a köztudatban, már nem anyag-energia, hanem ott van a harmadik, ami nélkül meg nincsen.
Tehát a rendezettséget ez a kettő csak lehetővé teszi. De az, hogy ennek tartalma is legyen, tehát egy keretet ad a működésnek. És ennek a keretnek egyik eleme az idő. Na és mi az, ami tartalmat ad? Ma azt úgy nevezik, hogy információ. Miért? Mert az információ az egy Jolly Joker. Tehát tulajdonképpen még eredeti latin ugye a kifejezés, és még ebben is kétértelmű, de nem kétértelműként használják, pedig akkor érteném meg, hogy miért élnek vissza annyira vele. És miért lehet akkorákat hazudni információ címen, mondjuk a média bármelyik csatornáján. Miért? Mert az in az kétféle jelentésű a latinban. Az egyik az az, hogy valami benne van. Tehát formát öltött, formában jelenik meg. Na igen, de a másik az egy fosztóképző. Tehát azt jelenti, hogy inkoherens, például nem összefüggő, vagy nem összetartó. Vagy például hát számtalan változatát ismerjük. Tehát ez azt jelenti, hogy hát az meg azt jelenti, hogy formátlan. Na most az egyik a káosz felé visz, a másik pedig egy tömörítés felé, tehát akár a materializmus felé elvihet. Tehát az információval vissza lehet élni. Visszaélnek? Hát, feleljen rá, aki jobban tudja, mint én. Tehát ezt csak azért mondom el, mert az idő önmagában hát nagyon, nagyon hát huncut minőség. Nagyon hamar ki tud babrálni az emberrel, hogy finoman fejezem ki magam, mert már mondom, hogy fogom már a fogalmat, így fogod ám a saját lábadat. Tehát semmit nem fogsz. Tehát itt olyan minőségről van szó, ami csak a másik pólushoz, tehát a térhez való viszonyában fogható meg úgy, hogy valamit ténylegesen tudjak mondani róla, de az egésznek nem sok értelme van, miért fogdossam, ha nem tudok erről a bizonyos információról. Hát ami tulajdonképpen a teremtett világ lényegű. Hát ez az, ami a lélekben azért nem tud róla semmit sem mondani, mert a lélekről semmit sem tud mondani. Ez most a tudomány, ugye az alanya ennek a mondatnak. Hát persze, hát ha a lelket kikapcsolod, akkor mit tudsz mondani az információról? Na hát ennyit. Lehet látni, hogy én bármennyire is most sarokba vagyok szorítva, mert ezek fontos kérdések, mindegyik fontos kérdés. De mindegyik úgy van feltéve, ahogy a számunkra ma a tudomány kézbesíti. Már akár óvodáskorban. Ugye az időt oszd be. Mit akarsz te beosztani? Tehát, hogy az időnek például más a jelentése egy nyári napfordulós időszakban, mint egy téli napfordulósban. Teljesen más. És hát ez most egy külön téma lehetne, de az időhöz kapcsolódik, hogy volt egy francia tudós, most megint tudós nevet kellene, mert ezt Bergsonnak hívták, hát történetesen most eszembe jut. Igen, aki megkülönböztette Franciában, az tényleg meg is különböződik mai napig is. Tehát az egyik az a temps, ez az idő, azt így is fordítja, a másik a durée. Ezt szebben kellett volna mondanom, ilyen racsolva, tehát durée. Ez meg a tartam. Tehát mi állandóan egymásra csúsztatjuk a kettőt. Az idő és a tartam, az két különböző dolog. A tartamot azt én meg definiálni tudom, innen idáig tart. De az idő ennél sokkal magasabb rendű és meg, elasztikusabb. Tehát rugalmasabb fogalom, lélegző fogalom. Ennyit tudok mondani. Nem sok, de szívből mondtam. Na, ennyit. Legyen akkor ez a végszó ebben a műsorban, tanár úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten a rendelkezésünk állt. Ismételten nagyon sok hasznos tudással gyarapított bennünket. Én szeretném majd folytatni önnel a beszélgetésünket egy másik műsorban, és még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.